Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Balaton parton kihelyezett Rubikonest keretében. Ez ebben a szempontban egy egészen új műfaj. Különösen is itt a kamerákon keresztül velünk tartóknak is mondom, hogy nagyon jó a hangulat. Balatonpart, az MCC kiváló diákjai. Szóval mindenkit köszöntünk a Rubikon Intézet nevében. Én Nánai Mihály vagyok, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, és az a megtisztelő feladat ért, hogy én beszélgethetek, moderálhatom ezt a mai alkalmat Tar Ferenc úrral, aki történész, és a Balaton történetének, kultúrtörténetének, mindenféle történetének egyik legavatottabb ismerőse. Engem pedig az intézet talán azért is delegált, mert amúgy civilben, titokban, nem annyira titokban, földrajzszakos is vagyok, és tőlem se áll messze annyira a Balaton témája. De hogy egyik szavamat a másikban öltsem, rögtön el is kezdenénk, hiszen körülbelül egy órás időtartamunk van, és ez a majd 600 négyzetkilométeres tó, ez több ezer évnyi történelemmel, és hát még egyszer mondom, 600 négyzetkilométerrel, erre nagyon kevés idő, egy óra. Hát itt vagyunk a parton, vitorláshajók, kellemes vendéglátóhelyek, ez az, ahogy ma ismerjük a Balatont, de hát természetesen nem volt mindig így. A mai alkalomnak ez is a címe, hogy a Balaton felfedezése. Első kérdésként egy picit a történelmi távlatot adjuk meg, hogy a 19. század előtti ember, akár az ókortól kezdve, hogyan tekintett a Balatonra, vagy mit jelentett a Balaton az életében, mert feltételezhetően mondjuk egy erdélyi embernek nem sok mindent, ha egyáltalán tudott róla, hogy létezik a tó, mondjuk egy Szent István korában, ha gondolkodunk, de a Balatonparton élő embereknek. Hát mindenek előtt nem ezt jelentette, amit manapság. Ma azt jelenti a Balaton, hogy ide jönnek a turisták, belföldről és külföldről egyaránt, és a Balatonnak a úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy fontos turisztikai célterülete a mai Magyarországnak. A 19. század előtt ez messze nem így volt. Azt lehet mondani, hogy a Balatont két dologra használták igazán a 19. század előtt, talán három. De a magát a vizet az kettő dologra használták. Ez a két dolog, hogy horgáztak benne. Elsősorban voltak horgászcéhek, vagy haláztak, bocsánat, nem horgáztak. Tehát haláztak benne, voltak halászcéhek, és a halászatnak azonban volt egy problémája, mégpedig az, hogy nem volt frigider, nem volt hűtőszekrény. Éppen ezért a téli halászat nagyon fontos volt. Akkor ugye jeget tettek a szekérre, és el tudták szállítani akár a gráci piacra, vagy Székesfehérvárra, vagy máshova. Tehát az egyik fontos dolog volt a halászat. A másik dolog pedig, hát igazából, hogyha befagyott a Balaton, akkor át lehetett menni a túloldalra. Nem úgy volt a középkorban és az ókorban sem, mint manapság, hogy szinte sose fagy be a Balaton. Erre majd még később gondolom visszatérünk, hogy éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a Balaton aránylag kihasználatlan volt. Mi volt az a harmadik dolog, ami úgy hirtelen eszembe jutott, az pedig a szőlő. Persze az nem a Balatonhoz kötődik közvetlenül, de közvetett módon mégiscsak, hiszen a Balaton vize is hozzájárult ahhoz, hogy különösen az északi parton kiváló szőlő teremjen. De hogy konkrét dolgokat is mondjak, azt kell, hogy mondjam, hogy a kelták és a rómaiak is használták ezt a vidéket. Megmaradt például egy olyan edény, aminek az a neve, hogy dabibere, adj innom. Tehát ez a római kelta időszakból megmaradt, és erről az edényről elneveztek egy borászati egyesületet ott Keszthely környékén. Ez ma is működik. Évtizedek óta, most például jöttem errefelé autóval, Gyenesdiáson rendeztek egy borfesztivált, ez a Dabibere borrend. A rómaiak idejében termeltek itt bort, különösen az északi parton, és az az érdekesség, hogy az első század végén az egyik római császár, most talán nem fontos a neve, tiltotta, hogy Itálián kívül termeljenek szőlőt és bort, hiszen az itáliai boroknak ez versenytársat jelentett. Később a harmadik században pedig az új császár az éppen hogy támogatta,
azt mondta, hogy a légiók a helyben termelt bort fogyasszák inkább. A középkorban, ahogy említettem, halászat volt az egyik legfontosabb. De érdekes dolog, hogy a halászok nem tudtak úszni. Itt van egy idézet, és mondhatnám azt, hogy Jankó János, durván 100 évvel ezelőtt néprajzos, a következőt írta ezzel kapcsolatban. A nyári forróságban elnézi tükrét, mármint a halász, gyönyörködik benne, de fürödni nem kívánkozik. S 10 halász közül 9 sosem is fürdött benne, s ha az egy is valószínűleg csak kényszer fürdőt vett, ha felborult vele a csolnak, vagy leszakadt alatta a jég. Erre volt példa a 18. században, itt Vonyarcvashegynél van egy Szent Mihály kápolna, és a legenda szerint a téli halászat során jött a zajlás, és föltört a jég, és egy hatalmas jégdarab hánykolódott a vizen, a viharban, és kikötöttek ezek a halászok, hál' Istennek, itt a Szent Mihály dombjánál, és ennek az emlékére építették ezt a Szent Mihály kápolnát is. A másik, még egy idézet szintén, a Keszthelyi halászcél artikulusaiból. Ugye az artikulusok gyakorlatilag törvények voltak, paragrafusok, ha úgy tetszik, és ez az 1700-as évek elején, csak megjegyzem, hogy érdeklődő, bocsánat, egy apró kitérés. Érdeklődő hallgatók előtt beszélünk, és én a diákjaimnak is el szoktam mondani, hogy csak gondoljanak végig arra, abban, hogy a 18. században már elindul az ipari forradalom Angliában, és már túl vannak a manufaktúrákon, a céheken meg pláne túl vannak, nálunk pedig a török kiűzés után újra alakulnak a céhek. Tehát mekkora nagy a lemaradás, és ugye jól tudjuk, hogy a céheket törvényileg Magyarországon 1872-ben szüntették meg. És 1848-ban a pesti forradalmárok között még ott voltak a célegények. De amit szerettem volna mondani, hogy az 1700-as évek elején újjáalakult Keszthelyi halászcélnak az artikulusai közül van egy-két nagyon érdekes passzus, ami erről szól. Például, hogyha valamely halászmester a másik halásztársát attával, teremtettével szidalmazná, annak büntetése akár a céháznál, akár azon kívül 4 forint. Tehát magyarán, hogyha csúnyán beszél az illető. A mulatás senkitől nem tilos, de úgy mindazonáltal, hogy az becsület egymásnak megadassék. Az, aki asztal fölött pohárbort eldönt, egy pint bor a büntetése, az, ki pedig a poharat eltöri, tartozik megvenni. És talán még egyet. Senki az asztalra aluvásnak okáért ne dűljön, nyilván, hogyha sokat ivott az illető, és az asztal tányérral ne kocogtassa. Ha valamelyik halászmester az asztaltól kimegyen, tartozik mellette való társának kezét fogni. Tehát a középkorban a halászat volt a legfontosabb, és mondom, átkeltek a vizen, hogyha kellett. És azt kell, hogy mondjuk, hogy éppen ezért a Balatont nem nagyon használták ki. Ezért fölmerült az is, hogy a Balaton vizét esetleg lecsapolják. Gondolom ez is kérdés lett volna. És ez többször elő is fordult. A 18. században egy bizonyos Krieger Sámuel térképész készített is egy térképet a Balaton lecsapolásának a tervével kapcsolatban. Ez 1776-ban készült el ez a terv, hogy a Sion, illetve a Kapos szabályozása során lecsapolják a Balaton vizét, és ezt a környékbeli birtokosok támogatták is. Úgy gondolták, hogy ha nincs itt ez a kihasználatlan víz, akkor majd föl lehet szántani, hasznosítani lehet ezt a földet. Sőt, 1842-ben, tehát a reformkorban a Társalkodó című újság azt írta, hogy nincs messze az idő, amikor le fog csapoltatni ez a haszontalan nagy víz. Hát hál' Istennek, hogy erre nem került sor, és majd
erről talán most már többet fogunk beszélni. A reformkorban akkor viszont pezsgő élet indult meg, akik jártak már Balatonfüreden, ugye Balatonfürednek a balatonparti városközpontját úgy nevezik, hogy az a reformkori Füred, nagyon gyönyörűen helyreállították, de ez már egy új fejezet a 19. század. Egy kis érdekességgel még én is hozzájárulnék ehhez, főleg itt az északi parton, ha az ember nyaral, akkor sok esetben lehet az a tapasztalata, hogyha a településeknek a régebbi központjában, például Balatonfürednél, fönn a Vörös templom környékén, vagy a Borász vidékekre akar fölmenni, vagy akár Keszthelyen is, viszonylag sokat kell sétálni a Balatonparttól, hogy a főtérre érjünk. Tehát a település képből is érződik, hogy nem a Balatonra rendeződött. Tehát, hogy nem úgy jöttek létre a települések, hogy valaki a Balatonparton akart fürdeni, sőt, inkább biztonságos távolságba akart lenni a Balatontól, annak a vízszint változásai miatt, és ezért van az, hogy a balatoni fürdőzés után itt az északi parton egy kicsit már leizzadva érünk föl a település központokba, mert senki nem a fürdés miatt gondolt arra, hogy a Balatonpartra kellene települni, és esetleg még talán a nádvágást hoznám ide, ami a nádtetős házaknál telente, ugye amikor rá lehet menni a jégre, és a nádnak a nádvágás szezonja van. És lehet, nagyon jó szigettel persze. Lehet felhasználni. Én egy picit még maradnék itt, mert egy nagyon izgalmas korszaka a Balatonnak a törökkor. Nem szoktunk határvidékként gondolni a Balatonra, mert hogy hál' Istennek jelenleg, bár ugye tudjuk, hogy a 1919-20 környékén formálódó cseh tervek, azok nem jártak messze határ tekintetében a Balatontól, de volt egy olyan korszaka a magyar történelemnek, amikor a Balaton tulajdonképpen határvíz volt. A török korban hogyan képzeljük el a balatoni életet? Ugye számos várat tudunk a Balaton partjáról, meg ugye itt azért még a vízszintváltozásokról is szót ejthetünk, hiszen például Szigliget vagy Tihany mondjuk a Lázár-féle térképen egészen máshogy mutat. A Lázár-féle térkép Magyarország legrégebbi hiteles térképi ábrázolása, és például Tihany az egy szigetként szerepel a Balatonban, de hogyha a Szigligetnek a nevét is nézzük, abból is következik. Tehát, hogy ebben a kérdésben egy picit, ha körül tudnánk járni a 16-17. Századi tavat a vízszint különbségekkel együtt, meg a törökkori viszonyokkal. Ez a bizonyos Lázár-Deák-féle térkép, ez 1514-ben készült, ez Bakócz Tamásnak volt a titkára, ez a Lázár-Deák, aztán maga a térkép egy kicsit később jelent meg, de több térkép is készült, akár a 16. és a 17. században is, és ezek a térképek mind azt mutatták, egyrészt, hogy Tihany a sziget volt, Szigliget úgy szintén sziget volt, és sokkal magasabb volt a Balatonnak a vízállása, mint manapság. A következőt jegyezném meg ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez a magasabb vízszint, ez azt jelentette, hogy a Balatonnak hosszú időn keresztül szerves része volt a déli parton a Nagyberek, északon pedig a Tapolcai medence. És van még egy harmadik terület, amelyik szintén szerves része volt a Balatonnak, az úgynevezett Kis-Balaton. Ez egy mocsaras terület, ugye manapság is, és mivel magasabb volt a vízállása a török korban a Balatonnak, és a helyiek jól ismerték a lápos, mocsaras vidéket, jobban el tudtak menekülni a török elől. Amire pedig a kolléga úr utalt, az pedig az, hogy itt volt a török hódoltság és a királyi Magyarországnak a határa. A Balaton volt maga a határ. A Balatonnak a déli partja, a somogyi terület, az a török által megszállt terület volt, ugye 1600-ban foglalták el Kanizsát a törökök. A Balatonnak az északi partja, az pedig a királyi Magyarországhoz tartozott, és nagyon fontos szerepe volt a váraknak természetes módon, Szigligetnek, Keszthelyi várnak, és a többi Csobáncnak is még sorolhatnánk tovább. Tehát ezek a várak nagyon fontos szerepet játszottak a védelem szempontjából. Megjegyzem, ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy a határt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a 20. század közepén, második felében, hogy volt egy kerítés, és így tovább, meg pláne nem áram volt benne.
hanem átcsaptak a törökök az északi partra, kirabolták a lakosságot, és ebből a szempontból is fontosak voltak a várak, mert természetesen a várak, a Csobáncvárat nem ostromolta meg a török. Vagy például, ami nagyon érdekes, hogyha elmennek Keszthelyre, Keszthely belvárosában ott van a gótikus templom, azt körbevette a vár, úgy is hívják a keszthelyek, hogy az a várkert, és az maga a mezőváros. És a mezővárosba nem tudott mindenki behúzódni, és lakott attól az északra, az úgynevezett polgárvárosba, vagy kis Keszthelyen, azt rendszeresen kirabolta a török. De a mezővárosi területet, amelyet városfal vett körül, azt nem rabolta ki a török. Tehát azt lehet mondani, hogy Keszthelyt például soha nem foglalta el a török, de azt a részt, amelyik nem vette körül városfal, azt rendszeresen kirabolta. A törökkor végeztével, ugye 18. század felé kacsingatva, amikor beszéltünk előtte, hogy mik legyenek a témák, én kötöttem az ebet a karóhoz, hogy a Festeticsekről mindenképpen érdemes egy pár szót ejteni, hiszen mindannyian ismerjük a Festetics kastélyt Keszthelyen, ott most már a főtéren van Festetics Györgynek egy szobra is, a Georgikon egyetemmel kapcsolatban, tehát talán mondhatom, hogy a leghíresebb Balatonhoz valamelyest köthető arisztokrata főrendi család, akit a 18. századból említhetünk, hogy ővelük kapcsolatban, ők esetleg milyen kapcsolatban álltak a Balatonnal, ha álltak kapcsolatban, illetve hogyan tudták hasznosítani a tavat, vagy mennyiben játszott egyáltalában a uradalmuk életében szerepet a Balaton és Balaton környéke. A Festetics család a Balaton régiójának, különösen a nyugati partvidéknek egy meghatározó családja volt. 1739-ben került Keszthelyre Festetics Kristóf, egy nagyon agilis személy volt, aki arra törekedett, hogy minél nagyobb birtokai legyenek. Aztán egyébként kórházat alapított, tehát azt lehet mondani, hogy Keszthely és környéke nagyon sokat köszönhet a Festetics családnak. Nem csak jót, hanem negatívumot is, mert azzal, hogy a Festetics család Keszthelyre és környékére került, csorbult az önkormányzat. Tehát messze nem volt mindegy a Festetics család első tagjának, hogy ki a városbíró, kikből áll az esküdtek csoportja, és így tovább. Tehát ez mondjuk hátrány volt, ha úgy tetszik. De ezzel együtt nagyon sokat köszönhet a Festetics családnak Keszthely és környéke. Kristóf, tehát kórházat, ispotályt hozott létre. Az ő fia volt Festetics Pál, aki gimnáziumot alapított Keszthelyen, Mária Teréziának volt a tanácsadója, hogyha elmennek Keszthelyre, a Szent Háromság szobor is neki köszönhető, ami 1770-ben épült. És az ő fia volt az a bizonyos első Festetics György, aki 1797-ben megalapította a Georgikon Európa első felsőoktatási mezőgazdasági intézetét, és pontosan ebben az évben építette meg a Főnix-gályát, ennek a kornak a legnagyobb, legjelentősebb vitorlás hajóját. Már előtte is voltak kisebb hajók, például a Kristóf, ami szintén ugye Festetics keresztnévből származik, és Fenékpusztán, Keszthely közelében létrehoztak egy arénát, ahol építették ezeket a kisebb-nagyobb hajókat. Egy olasz, egy Triesből származó olasz hajóépítő, egy bizonyos Antonio Bori volt az a személy, akit építette ezeket a hajókat a Festetics családnak. Egyébként az első Festetics Györgynek a Georgikonon és a Főnix-gályán kívül még nagyon sok minden fűződik a nevéhez. Zeneiskolát alapított, a gimnáziumot kibővítette, elindította helikoni ünnepségeket és sok minden egyéb más. Tehát azt mondhatjuk, hogy magának, a családnak, és mindenek előtt persze Festetics első Györgynek nagyon sok minden köszönhető a balatoni hajózás tekintetében, és Keszthely és környékén is. Egyébként ennek az első Festetics Györgynek a fia idejében építették meg a Fenékpusztánál a hidat, amin ma is keresztül megy, hát nem ugyanazon a hídon, de mondjuk a vonat és a közúti közlekedés is. Így van, az Alafolyón. És az ő idejében lett a Georgikonon az oktatásnak a nyelve a magyar.
Ez a Phoenix Gaia, ha jól tudom, ugye gabonát szállított. És sót. És sót. Gabonát és sót. És ez is milyen érdekes, hogy a Balatont kihasználták, mint közlekedési útvonalat innen Keszthelytől a Duna irányába, és csak ott rakották át szekérre. Igen. Hát ahogy már kerülgettük a forrókását, ha szabad így fogalmazni, a reformkor, ugye a robbanás a Balaton életében, én csak egy ilyen kis vidám történettel ütném föl a dolgot, hogyha jól tudom, ugye Veselényi gróf volt, ugye az árvízi hajósként ismert Veselényi gróf, az egyik első, aki fürdött a Balatonban, ami így ebből a szempontból azért egy furcsa kérdés, de hát arról beszéltünk már, hogy alapvetően mondjuk az úszni tudás az nem volt egy olyan fajta alapelvárás vagy alapdolog, mint manapság, és hogy hitetlenkedve nézték az emberek, amikor Füredről átúszott Tihanyba, az öbből átúszás útvonalán. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan szokott oda Füredre, a Balatonpartra, a reformkori elit, ha valaki elmegy a füredi szívkórház előtt ott a térre, nagyon szép Balatonnal kapcsolatos reformkori 19. század idézeteket lehet olvasni. Szinte minden reformkori nagy személyiségünk megfordult a Balatonon. Hogyan lett Füred ez a központ, és egyáltalán hogyan indult el a reformkorba a fürdőkultúrája Fürednek, hiszen maga ugye a neve is már beszédesen cseng ezzel kapcsolatban, és akkor most a fókuszt a keleti medencére tudjuk helyezni. Csak részben, bocsánat, egy kicsit, hogy ugorjak még egy picit vissza. Mégpedig azért, mert ugye fölmerül az a kérdés, hogy melyek voltak az első fontos fürdőhelyek a Balaton környéken. És természetesen Balatonfüred volt az egyik. De ha szabad, én még kettőt megemlítenék, az egyik csak nem igazán Balatonparti, az pedig Hévíz. Mert az első fürdőházat is, az első fürdőházat is Festetis György építette Hévízen 1795-ben, és az ugye meleg víz. De csak egy apró kitérés Hévíz felé. Hévíznek ugye meleg vize van manapság is, és télen-nyáron lehet benne fürödni. Igen ám, csak amikor 1731-ben Festetis Kristóf vendégeként itt volt Bél Mátyás, akkor azt tapasztalta, hogy nem elsősorban a fürdés miatt fontos a hévízi tó, hanem az abból kifolyó víz malmokat hajt télen is. Tehát ez volt az igazán nagy haszna, de első György ide, első Festetis György idejében már valóban megépült a fürdő, és akkor egyre többen jártak oda. Fürdőházat, szigetet építettek, tehát Hévíz volt az egyik olyan hely a Balaton környékén, még ha nem is a Balaton, amelyik az első fontos fürdőhely volt. Aztán itt Zánka környékén volt még egy ilyen melegvíz, gyógyvíz, ez a szegények fürdője, de ez aztán később nem lett jelentős. Való igaz, hogy Balatonfüred a következő fürdőhely. Igen ám, csak hogy akik Balatonfüredre idejöttek fürdeni, nem a Balatonba fürödtek, hanem a savanyú vízbe. Nem a savanyú vízbe, tehát akik idejöttek akár később majd hajóval, akár mivel is, azok a savanyú vízbe fürdöttek, tehát ez volt a gyógyvíz, vagy pedig ezt itták. Tehát két dologra használták a füredi vizet, vagy fürödtek benne, vagy pedig ugye itták, mint ahogy ezt mind a kettőt tesszük manapság is. Azonban az igazsághoz az hozzátartozik, hogy van még két dolog, ami miatt jöttek éppen Füredre. Éppen Füredre, az egyik a bor. Az egyik a bor. A Tamáshegy oldalában nagyon finom Riesling termet, és valljuk be őszintén, ez is egy fontos volt. Csak zárójelben megjegyzem, hogy a bor a középkorban és a későbbi időszakban is nagyon fontos ital volt. Mert a középkorban általában a kútból kihúzott víz az fertőző lehetett. Sekélyek voltak a kutak, és fertőző lehetett, és a középkorban meglehetősen sok bort ittak az emberek, nem elsősorban Tokaji aszút, hanem ugye nyilván szerémségi, könnyű borokat, de sokat ittak, az nem fertőző. Legfeljebb más probléma jöhet elő, hogyha sok bort iszik az ember, és a Tamáshegynél Füreden ez is egy fontos szempont volt. És a másik ilyen fontos szempont Füreden, ez pedig a horvát család. A horvát család
akik később Anna bálokat rendeztek, ugye Anna Krisztina lányuknak, ez is a 18. század végén indul, és hogyha szabad, akkor megint idéznék egyet, mégpedig John Pagettől, aki ugye Magyarországra nősült, ő a következőt írta a könyvében: Pestről délre a Balaton partján van egy Füred nevezettű kellemes kis fürdőhely, hová érdemes ellátogatni, a környező táj gyönyörű, a társaság, mely rendszeresen felkeresi, barátságos és kellemes. De Füred más szempontból is fontos, mégpedig azért, mert itt épült a Dunántúl első kőszínháza, és pedig Kisfaludi Sándornak a nevéhez fűződik, 1831-ben építette meg az első kőszínházat, amelynek a maradványai ma is láthatók Füreden. És persze sok minden történt Füreden, megfordult itt Vörösmarty Mihály, korábban Csokonai, Erdélyből Újfalusi Sándor, Pálóczi Horváth Ádám, csak szeretném azt hangsúlyozni, hogy a Pálóczi Horváth Ádám volt a kezdeményezője a Magyar Nyelvművelő Intézet felállításának, és ezt később fölkarolta Széchenyi István, és abból lett a Magyar Tudományos Akadémia. És persze Deák Ferenc is megfordult itt. Azt lehet mondani, hogy a reformkorban, ahogy akkor nevezték, kis országgyűlések voltak itt Balatonfüreden, ugye Deák Ferenc nem túl messze lakott innen, úgyhogy itt összejöttek, tanácskoztak, és beszéltek arról, hogyan lehetne Magyarországnak a helyzetén javítani, és akkor, hogyha szabad, mondok még idézetet, mégpedig Kossuth Lajostól. Azt mondta Kossuth, hogy nem használják ki ezt a Balatont. Azt mondta, szép ez a Balaton, szép mindenkoron, szép midőn a vihar közelgését, háborgást, színt öltve jeleníti meg, de legszebb mondhatnám szép midőn a kelőnap, az első sugarát, stb. Egy kicsit később, 1842-ben pedig azt mondja, azt írja a Pesti Hírlapban Kossuth, volna csak más uttató, amarra nyugat felé, s virító városok körítenék, a fürge gőzösök ünnepelnék rajta az emberiség, az emberi ész diradalát. Nálunk, ha csak egy bogarászó fecske csoport nem röpköd fölötte, élettelen és henye ez a tó. És persze nem nehéz kitalálni, hogy ki volt az, aki elindította a balatoni gőzhajózást, a legnagyobb magyar, akit ugye Kossuth nevezett legnagyobb magyarnak, Széchenyi István. 1846. szeptemberében indult el a Kisfaludi gőzös, és csak érdekességképp mondom, hogy ugye jól tudjuk, mindannyian megtanultuk valamikor, hogy Széchenyi és Kossuth között nagyon sok vita volt, de hogy a balatoni gőzhajózást el kell indítani, ebben messze egyet értettek, és mivel ugye Kossuth ügyvéd volt, ő volt az a személy, aki a Balatoni Gőzhajózási Társaságnak az okiratát elkészítette. Tehát 1846. szeptemberében, egyébként Széchenyi születésnapján indult el a Kisfaludi gőzös, és ezzel lendületet adott a Balaton fejlődésének, elsősorban még mindig Balatonfürednek. Később, amikor megérkeztek, majd később egy kicsit a Siófokra vonattal az emberek, beszálltak a Kisfaludi gőzösbe, és nem a Balatonba fürödtek, akár Siófokon, akár Balatonfüreden, hanem kiszálltak Balatonfüreden a hajóról, és elmentek fürdeni a savanyú vízbe. És ez sokáig még így volt. Az igazán majd nem a reformkor hozza meg a fellendülést és a gyors fejlődést a Balaton környékén, hanem 1849 utáni időszak, de gondolom erről majd később beszélünk. Ha jól tudom, ugye még a reformkorban, 19. században volt egy természetes félelem a természetes vizektől.
a bőrzsugortól féltek, hogy az embernek a hideg víztől összeszűkül a bőre, és ezért sem fürödtek, illetve egy érdekes momentumot még hadd tegyek hozzá. Még az 1848-as eseményekben is van szerepe a Balatonnak, hiszen amikor Jelasics ugye átlépi a Drávát 1848. szeptemberében a horvát népfőkelők élén, a Balaton déli partján halad Pest-Buda irányába. A magyar főerők pedig a Balatontól északra Veszprém környékén voltak, István Nádorral ekkor még az élükön, és egy híres jelenet, hogy ugye István Nádor, mint Habsburg főherceg, és ekkor még vállalva a magyar katonai erőnek a vezetését is, odáig nem ment el, hogy a csatát Pákoznál ő esetleg elvállalja, addigra már Bécsbe távozott, de a magyar főerők élén állt, és áthajózott, meg Szántódnál volt Jelasics, és arról volt szó, hogy akkor a Nádorral, mint Habsburg főhercege, Jelasicsnak tanácskoznia kellene, és ezek után nyilvánvalóan, hogy Habsburg főherceg a magyar haderő élén arra kéri a horvát bánt, hogy távozzon Magyarországról, akkor nem nagyon lehetett volna mit tenni. És Jelasics arra hivatkozva a Szántódi partról visszavonult, hogy állítólag a Nádor hajóján csak magyar nemzeti színű zászlók voltak, és nem voltak birodalmi fekete-sárga lobogók. Ezáltal a közvetlen testőrei Jelasicsnak azt mondták, hogy nem engedhetik a hajóra tárgyalni, mert félő, hogy a magyar fél elrabolná őt. Tehát ilyen módon hiúsult meg 1848. szeptemberében, nem sokkal a Pákozdi csata előtt, hogy a Balatonon akár idézőjelbe békét kötni, vagy legalábbis elkerülni az összecsapást. Nyilván erre Jelasics részéről nem volt meg a szándék. Tehát csak egy ilyen kis érdekes momentummal járulnék még hozzá. És akkor azt gondolom, hogy itt a vasút többször is szóba került, ugye ha már 1848-nál tartunk, ugye gőzerővel kezd épülni a vasút, elkészül már a 19. század közepére a Bécs-Pest összekötetés, sőt, hát ugye Szolnokig már Pestről 1848-ban is le lehetett jutni, és hát megérkezik, mikor érkezik meg, hogyan érkezik meg, ez hogyan járul hozzá a Balaton partvonalának, mert hát azért egy fontos kérdés kialakulásához a vasút, és milyen módon alakítja át a Balaton életét. Nyilván kitérve, hogy az északi part ugye ebben a tekintetben egy egészen későbbi fejlődésnek lesz majd csak a gyümölcse, és addig a hajózás, ami áthidalja a problémát. Hoztam egy idézetet Trefort Ágostontól, ugye a 19. század második felében kultuszminiszter volt, és azt mondta Trefort Ágoston, hogy vasút nélkül nincs semmi fürdőhelynek jövője, mert drágán, kényelmetlenül, lassan senki sem szeret, senki sem akar fürdőkbe utazni. A fordulópontot itt a Balaton környékén az valóban a vasút megjelenése jelentette. A vasutat 1860. április 1-én adták át, ez Budától haladt Kanizsa irányába, és érintette a Balatonnak a déli partját. És való igaz, hogy a Balaton vízszintje 1861-ben rendkívül alacsony volt. És ezért közel vitték a Balaton vizéhez a vasutat, és ez megépült, és ez lendületet adott a Balaton déli partjának, ugye Siófok, az közel volt a fővároshoz, ugye Budához, és sekély a víz, ezért a családosok tudtak jönni, és akkor, ha úgy tetszik, térképre kerültek olyan települések is, amelyek korábban nem szerepeltek egyáltalán se a térképen, akár Balatonboglár, akár Fonyód, vagy mondok egy érdekes dolgot, mégpedig az, hogy a 1861-ben a déli vasútnak volt egy keszthely állomása Balaton-Szentgyörgyön. Tehát, ha valaki leszállt Balaton-Szentgyörgyön a keszthelyi állomáson, akkor valójában Balaton-Szentgyörgyön szállt le, amelyik 10,5 kilométerre van keszthelytől, és utána a konflissal, vagy akár szekérren kellett átmenni magába a keszthelyre. Ez természetesen azt jelentette, hogy ez hátrány volt keszthelynek,
mert nem érintette a vasút. A keszthelyi vezetés, a városbíró, úgy hívták, hogy idős Rejsről Vencel, azon volt, hogy minél hamarabb jöjjön, épüljen meg a keszthelyre is a vasút Balaton-Szentgyörgytől. Ekkor a Festetit család élén, ugye család nélkül semmi se történhetett Keszthely és környékén, a család élén akkor Festetics Tasziló állt, Festetics első Tasziló, aki már elég idős volt, és egyáltalán nem volt híve a gőzvontatású vasútnak, sőt megjelent egy olyan cikk is a Keszthelyi újságban 1880-as évek közepén, hogy ha már lesz is vasút, sokkal jobb a lóvontatású, mert a lónak legalább van egy csöpp esze. De jól tudjuk, hogy nem ez valósult meg. A másik pedig, hogy 1883-ban meghalt az első Tasziló, és őt követte aztán a család élén Festetics második Tasziló, aki fiatalabb volt, ha úgy tetszik, modernebb is volt, és támogatta magát a vasútépítést. És a vasút Balaton-Szentgyörgy és Keszthely között 1888-ban épült meg. Ez lendületet adott Keszthely fejlődésének is, és akkor itt is egy apró megjegyzés, hogy mit is jelentett ennek a környéknek, a Balaton nyugati régiójának a Festetics család. Például nagyon érdekes, hogy a mozdonynak a neve az vagy Tasziló volt, vagy György, vagy Mari. Ugye a Festetics család tagjairól nevezték el. A Festetics Tasilónak a felesége Mary Hamilton volt, aki rokonságban állt az angol királyi családdal, és csak egy pikáns történet, hogy neki az első férje az a monakói uralkodó volt. Tehát, hogyha akkor lett volna ilyen blik, vagy nem tudom én, milyen újság, akkor biztos, hogy sokat írtak volna róla, hogy egy Mary Hamilton hercegnő elvált a monakói fejedelemtől, ez egy tipikus érdekházasság volt, és ott már volt egy fiú, és megismerkedett Velencébe Tasziló gróffal. És aztán Tasziló gróf vette el feleségül, és utána még 4 gyerek született. De ami érdekesség az, hogy ezen a Balaton-Szentgyörgy keszthelyi helyi érdekű vasúton még az átadás előtt először a velszi herceg utazott, mert jött vadászni a rokonához, illetve a rokonának a férjéhez, Festetics Tasilóhoz. Tehát így érkezett meg Keszthelyre a vasút 1888-ban, és Keszthelyen volt a végállomás, ma is áll az a vasútállomási épület, ami akkor épült, 1888-ban, majd 1903-ban építették tovább, Keszthelytől Tapolca felé, majd pedig 1910-re épült meg itt az északi parton, 1910-ben, tehát Tapolca, Balaton-Füred és a déli pályaudvar, és ekkor lett igazából körbe a Balaton vasúttal körbeépítve, úgy kimaradt egy-két hely, mondhatnánk, hogy egy kicsit hál' Istennek, ugye Tihany és Szigligetre nem megy be a vasút, tehát ezért nincs olyan nagy forgalom. Tehát a vasútnak a megjelenése az lendületet adott a balatoni turizmusnak, és van azonban még egy fontos dolog, egyébként megjegyzem, hogy a következő évben, 1862-ben magas volt a Balatonnak a vízállása, és rájöttek, hogy nem volt szerencsés az előző évben megépíteni olyan közel a vízhez a vasutat, és ezért újabb töltéseket kellett emelni. És az, hogy magas volt a vízállás 1862-ben, hozzájárult ahhoz, hogy a következő évben, 1863-ban megépítették a Sió zsilipet. Ez pedig azt jelentette, hogy lehet most már szabályozni a Balatonnak a vízszintjét. Hogyha túl sok a Balatonban a víz, magas a vízszint, akkor megnyitják a zsilipet, hogyha pedig túl kevés, akkor pedig ugye lezárják, és nem. Ez ma is működik, ez a Sió zsilip. Állítólag az ókorban is volt, ugye Galériánus császár idejében, de ez nem 100%. Tehát ez a másik fontos esemény, hogy megépült a Sió zsilip 1863-ban. És ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy a Balaton déli partján most már
lehetett építeni fürdőhelyeket, nyaralókat, ezután épült ki igazából egy kicsit puccosra is, Balatonföldvár, hogyha elmegyünk Balatonföldvárra, az jól látszik, hogy gyönyörű nyaralók és villák épültek, egyébként elsősorban a később 1820-as években. És van még egy dolog, ami a 19. század második felének balatoni fürdőéletének a lendületet adja, az pedig 1867, a kiegyezés. Jól tudjuk, hogy a kiegyezés többek között azt eredményezte, hogy Magyarország gazdasága az első világháborúig, egy kicsit túlzással azt mondhatjuk, hogy szinte soha nem látott fejlődést produkált. Jól tudjuk, hogy ez az a korszak, amikor színházaknak a tömege épül ki, megépül a Kisföld alatti, Budapest kiépül, és létrejön egy olyan középréteg, amelyik megengedheti magának azt, hogy utazzon fürdőhelyekre, nem csak a Balatonhoz, hanem Herkules fürdőre és Pöstjén fürdőre, de ide a Balatonhoz is. Tehát a Balatonnak a igazából turisztikai célú megközelítése az a 19. század második felében indul meg, és amire a kolléga úr utalt, hogy 1835-ben milyen nagy esemény volt az, amikor az ifjabb Veselényi Miklós átúszta a Balaton-Füred-Tihany közötti öblöt, ez később már nem olyan nagy dolog lett, hogy fürödtek most már a Balatonba. És itt azért még egy személynek a nevét szeretném megemlíteni, aki fontos szerepet játszott a balatoni fürdőkultúrában, ez pedig nem más, mint Szekrényesi Kálmán, aki sokkal nagyobb területet úszott keresztül, az pedig Balatonfüredről Siófokig úszott, ez pedig több mint 10 kilométer. Ez óriási nagy sportteljesítmény volt, csak megemlítem, hogy nem akárki volt ez az illető. A sportújságot alapított, és a Magyar Testnevelési Egyesület, a klub is az ő nevéhez fűződik, a mai MTK. Az ő lakásán alakult meg, és számtalan ilyen nagy fürdés történt a későbbiekben is, és fürdőházakat építettek, szigetfürdőket építettek, hogy ne közvetlenül menjenek be az emberek a Balatonba, és akkor a legnagyobb ilyen fürdőház vagy szigetfürdő nem máshol, mint Balatonfüreden épült meg, sajnos ezt a II. Világháború idején lebombázták. Most a Balaton körül csak egyetlen egy szigetfürdő létezik, az Keszthelyen. És még egy érdekesség, mégpedig az, hogy hát természetesen más volt a fürdőkultúra, mint manapság, és a nők és a férfiak lehetőleg nem együtt fürödtek. A Balatonfüreden azt írták 1875-ben, hogy kutyákat fürdőbe vinni, ugyanott ruhákat mosni és női fürdők felé úszni tilos. Most voltak azonban olyan férfiak, akik hát furfangosak voltak. Ilyen volt Zicsi Gréza gróf, aki női fürdőruhába öltözött be, és elvegyült és lubickolt a hölgyek között. Na most ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a fürdőruha se olyan volt, mint manapság. A női fürdőruha volt fürdősapka, fürdőpapucs, és itt bokától indult a fürdőruha. Én korábban a Balatoni Múzeumban dolgoztam, és ma is vannak olyan fürdőruhák, amiket egykor használtak. Hát én azt kell, hogy mondjam, vastag volt ez a fürdőruha, és beborította szinte az egész testet, és hát biztos, hogy át kellett öltözni, hogy megszáradjon az ember, tehát a Zicsi gróf így aránylag könnyen föl tudott öltözni női fürdőruhába, ez manapság egy kicsit nehezen elképzelhető lenne. Egyébként a fürdőruha divat az érdekes módon egy kicsit a háborúkhoz köthető. A fürdőruháknak a mérete az első világháború után lett kisebb, és aztán meg a második világháború után nem kisebb lett, hanem pici lett.
ugye ez a bikini jelent meg a második világháború után, de egy kicsit más történet már, de minden esetre a fürdőélet az a 1860-as években lendült föl, ahogy említettem, elsősorban ehhez a három dátumhoz, 1861 déli vasút, 63 Siózsilip és 67 a kiegyezés, és aztán tovább épült a Balaton partján a vasút, és aztán szinte mindenhová el lehetett már jutni, aminek voltak majd negatív következményei is, de talán erről majd később. Egy pár gondolat itt hallgatva bennem is fölmerült. Még az előző témához csak elfelejtettem hozzáfűzni, aki esetleg kedvet kap a békebeli, még reformkorba hajló Deák Ferenccel, Festetics grófokkal kapcsolatos történetekhez, azoknak Darnai Kálmán Kaszinózó táblabírák című könyvét ajánlom, a Sümegi Ferencesek, a Veszprémi Püspök, Kisfaludi Sándor fordul benne elő rendszeres, nagyon jó, nagyon ízes történetek. Balatonparti nyári olvasmánynak azt gondolom abszolút érdekes, egy békebeli 19. századi gondolat, és a másik a vízszintváltozásokról csak. Két dolog, amit ugye tanítványaimnak szoktam néha mondani. Az egyik, hogy az ilyen sekélyebb tavakhoz, mint a Balaton, azért olyan mély elkötelezettséget nem szabad az emberben magában kiépítenie, mert ezek csalfa tavak, abból a szempontból, hogy a vízszintjük nagyon könnyedén tud változni. Nyilván a Fertő meg a Velencei tó még sekélyebb tavak, ugye ezek azok, amik az 1860-as évek közepén teljesen kiszáradtak. Tehát, hogyha itt bárki kongatja a vészharangot, hogy alacsony a Fertőtónak a szintje, akkor nyilvánvalóan vérmérséklettől függően kérdezzünk vissza, hogy amúgy ebben mi a hírérték, tehát hogy ez a Fertőtónál elő szokott fordulni. Olyan is volt már, hogy zarándoklat haladt keresztül a Fertőtónak a medrén, az egyik partjáról a másikra, egy Mária ünnepen, egyik fertőmenti templomnak a domborművén olvasható, és az emléktábla róla, tehát hogy ez csak érdekességként fűzném hozzá. Ugye már kezdünk a beszélgetésünk vége felé kanyarodni. Én itt a művészeti kérdésekre térnék még ki, hogy esetleg Balatonnal kapcsolatos 19. századi, 20. századi, még talán a legfontosabb művészeti kérdések, akár zene, akár képzőművészet, akár irodalom, amit itt fontos volna megemlítenünk. Hát sokat tudunk, természetesen. De én megemlítek még egy könyvet a Kaszinózó táblabírák mellett, ugye ez a 19. század első fele, elsősorban a reformkor, és a 19. század vége pedig az természetesen Eötvös Károlynak a balatoni utazása, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindkét könyv ma is élvezettel olvasható. Tehát a Kaszinózó táblabírákat olvasni, és az Eötvös Károly balatoni utazásait, ez ma is élmény. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ezek már unalmasak és avittak, élvezettel olvassa az ember manapság is. Készült festmény az 1863-as Siózsilip átadásáról is. Készült nagyon sok kép a Balaton környékéről, és persze sok irodalmi alkotás is készült. Említettük már Kisfaludi Sándornak a nevét, aki színházat alapított, és a Hímfinek ugye a szerzője. Kisfaludi Károly volt az öccse. Aztán Vörös Marti sokat járt itt, Csokonai, ugye a Tíghanyi Ekhózhoz a század elején. És én két személyt szeretnék itt kiemelni még a irodalmárok közül. Az egyik Jókai Mór. A Jókai Mór szintén Balatonfüredhez kötődik, vett ott házat, és hát ma is megtekinthető a Jókai villa. A következőt írja. Míg a gőzös Füredtől Keszthelyig végighasítja a Balatont, a világ legszebb panorájába vonul el a szemek előtt. A Balatonvidék egy bájos menyasszony, ki vőlegényére vár, minden ponton bájait tárja fel, mentül tovább nézzük, annál szebbnek látjuk. Balatonfüreden volt még nyaralója Blaha Lujzának is, ma is van ez a Blaha Lujza ház,
Ő pedig a naplójában a következőt írta, Blaha Lujza. Egy kicsit utalok ugye a grófi történetre. Egy jó tanáccsal azonban szolgálhatok a leányos mamáknak. Hozzák férhez adandó leányaikat Füredre. Ott biztosan mi hamarabb férhez mennek. A két legfontosabb település, vagy három legfontosabb település, amit szoktak emlegetni, ugye Balatonfüredről már sokat beszéltünk, egy kicsit Keszthelyről is, de Keszthely esetében, ha már a kultúráról beszélünk, akkor talán érdemes föltétlenül szóba hozni azokat a helikoni ünnepségeket, amelyeket éppen az első Festetési György indított el 1817-ben, egyébként február 12-én, első Ferenc király születésnapján volt az első, a másik pedig májusban a georgikoni vizsgákon volt, tehát évente kettő helikoni ünnepség volt, mindaddig, ameddig Festetis György meg nem halt. Itt volt Berzsenyi Dániel, Pálóczi Horváth Ádám, Kisfaludi Sándor, Dukai Takács Judit, tehát azt mondhatjuk, hogy Keszthelyen ezek a helikoni ünnepségek által és Festetis György tevékenységének köszönhetően Keszthely a Dunántúlnak egy fontos kulturális központjává vált. 6 iskola volt az, amit vagy Festetis György alapított, vagy támogatott, és ezért a Dunántúlnak a legfontosabb írói összejöttek itt. Nem véletlen az, hogy Keszthely főterén áll Festetis Györgynek a szobra, és a kastély előtt is ott van Lukácsi Lajosnak az alkotása. Megjegyzem, hogy ezeket a helikoni ünnepségeket később felújították 1958-ban, és ma is vannak helikoni ünnepségek, és Keszthelynek és az egész Dunántúlnak ez a legnagyobb középiskolásokat érintő kulturális eseménye. Több ezer diák jön el Keszthelyre, mindig április végén, és talán az sem véletlen, hogy a helikoni ünnepségeket mindig Herceg Festetics György nyitja meg, aki Bécsben él és idejön. És még egy idézet, talán nem fontos, hogy ezzel zárjuk, de minden esetre azt gondolom, hogy fontos, hogy itt vagyunk a Balaton partján. Déri Tibor azt mondta a Balatonnal kapcsolatban, ha a boldogságot egy tájjal akarnám kifejezni, a Balatont választanám. Én azt gondolom, hogy ez nagyon ideális zárszó volt. Napestig el tudnánk még beszélgetni itt a Balatonról, de felfedezést ígértük, 20. századra azért már nagyjából föl volt fedezve, azt meghagyjuk egy következő beszélgetés témájának, hogy hogyan is a... nem is megyek részletekbe bele. Nagyon szépen köszönjük Tar Ferenc történésznek, hogy beavatott minket a Balaton történetébe. Köszönjük a hallgatóságnak is, hogy itt a nyári kikapcsolódását ilyen kulturális programmal is színesítette, illetve a interneten keresztül velünk tartóknak is. Megvalósult a magyar kormány támogatásával. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.